Köszöntöm kedves nézőinket! Mai műsorunkban egy olyan családot mutatunk be önöknek, akik több szempontból is érdekesek. Elsősorban cukrászok. Családtípusú gyermekotthonuk van, és nagyon-nagyon kedvesek. Ha kíváncsiak rájuk, tartsanak velünk, mai műsorunkban az Ilosvai családot mutatjuk be önöknek. Hogy fér el a család, amikor mindenki hazajön? Látom, hogy elég nagy asztalotok van. Hát már nem férünk így el. Ez most összeszedett állapotában van, tehát amikor egy évben kétszer találkozik úgy egész évben a család, olyankor asztalbontás, és meg kellett bontanunk a konyha részt, mert így már nem férünk, úgyhogy tolódik az asztal arrébb, tehát 22 embernek kell leülni az asztalhoz, úgyhogy muszáj. Így vagy egy, nem tudom, ez egy 5-6 méteres asztal még több, hát, a kihúzódik? Igen, úgyhogy most már még lehet, meg is kell ezt pótolni lassan, úgyhogy, de ennek mi örülünk. Meg amikor már babaszékkel mellé, annak még jobban etetőszik, örülünk. Etetőszik, így igen, van, így van, de akkor van is egy kisunokád, ugye? Igen, igen. Ő most 7 hónapos, úgyhogy ő a család kedvence most, úgyhogy mindenki körbe rajongja. És itt a sok mézes kalács. Ezeket készített Serényen? Igen, igen, igen. 250 darab fog most készülni. Hát szombatra, és igaz, hogy még csak részében van meg, de ez most a holnap és a holnap utáni napnak az eredménye lesz, úgyhogy muszáj lesz keményen dolgozni. Az előkészületek már megvannak, úgyhogy már csak ülnöm kell és csinálni. Mennyi időt vesz igénybe egyébként egy 250 mézes kalács elkészítése? Hát szerintem egy hét, mert ugye már egy hetet sütögetem, meg fényezem, úgyhogy... Ez folyamatos munka, hogy a végeredmény megszületik, de megéri. Mert az eredmény utána kecsegtető, szép látvány, és örülnek neki az emberek. Ilyenkor készíted? Mikor suliba vannak a gyerekek? Vagy éjszaka? Változó szokott lenni. Amikor fáradtabb vagyok, akkor este készítsük, mert akkor a gyerekek is tudnak segíteni, és akkor már könnyebben megy. A rajzolás az inkább csendes időszakban, amikor iskolában vannak. De az ilyen kivevős, betevős, akkor a gyerekek is nagyon-nagyon szívesen segítenek, még gyurmáznak is mellette. Hol kezdődött el az életedben a cukrászkodás? Igen, az életemben szerintem 10 éve jött be a képbe a cukrászkodás, ami meghatározza azt, hogy a gyermekeimnek nagy mértékben az volt, hogy nekik segítsek, és át tudjam adni azt, amit én már valamikor gyerekkorban megtanultam. És így jött az, hogy sajnáltam, hogy valaki valamiért majd azt mondja nekik, hogy nem, ez nem úgy van, ezt nem úgy kell csinálni. Ezért én úgy döntöttem, hogy megtanulom, és akkor majd én átadom, továbbítom nekik. Igaz, hogy nem nagyon sikerül, hogy... tovább vigyék ezt a szakmát, de hát bízok benne, ha nekem 35 évet kellett rávárni, akkor hát, ha nekik is bejön. Megérnek rá lassan. Így van, úgyhogy bízok benne, hogy az ők életükbe is eljön ez a korszak, amikor nagyon fogják szeretni a rajzot meg a művészetet, mert valahon azt fogja takarni. Biztos, hogy sokan ismernek titeket már Beregszászban, meg a Beregszászi járásban, de aki nem ismer, annak mutasd be egy kicsit a családotokat, hogy kezdődött, hogy alakult a ti családotok, és hogy lettetek ilyen sokan? Hát igen, mi 1990-ben esküdtünk, kötöttünk házasságot a férjemmel. Mindig nagy családot szerettünk volna. Tehát ezt meg is alapoztuk. Egymás után jöttek a gyerekek, úgyhogy nem sokat osztunk velük, úgyhogy minden gyerek 2 évre született egymás után. És mire a harmadik gyerekünk megszületett, akkorára eldöntöttük, hogy ám akarnánk mi még több gyereket is. És a Jóisten úgy adta, hogy pont abban az időben volt itt egy holland csoport, aki azt szerette volna, hogy sérült gyerekeket elhelyezzenek családba, míg orvoshoz kerülnek, addig szerető családban legyenek. Hát egy fél évet vártunk rá, míg eldöntötték, hogy ki lesz az a család. Több családból választottak ki, és úgy adta a sors, hogy minket választottak. És így került hozzánk az első gyerek, aki nyitott hátgerinccel műtétre várt, és ő jött hozzánk. Úgyhogy így nagyon gyorsan
megnőtt a család létszáma. Nem féltetek belevágni, hogy beteg gyerekekkel? Nem, mindig is ez volt a célunk, hogy beteg gyerekeken segítsünk, mert láttuk azt, hogy az ők életükben nem sok marad hátra, hogyha a kórházban maradnak, és ugye már a saját családjuk lemondtak róluk, akkor legyünk mi azok, akik mi majd segítünk. És így folyamatosan 5 éven belül megnőtt a családunk létszáma 10 gyerekre, 10 beteg gyerekre végül is, szinte mindannyian betegek voltak. És honnan volt ennyi kapacitás, meg erő, fizikai, meg szellemi erő is, hogy mindenki ezt tud türelmes lenni, meg segítőkész, és még a saját gyerekeid is ott voltak. A saját gyerekeink kicsik. Úgy várták ezeket a gyerekeket, mintha anya elment volna a kórházba, és hozott volna egy újabb babát, ami olyan volt, mint a saját testvérük, és nagy szeretettel fogadták őket, tehát tele volt a lelkük várakozással, míg mi oda voltunk, és rendeztük a dolgainkat, és várták, hogy ki lesz az újabb gyerek. Úgyhogy mai napig az van bennük, hogy én azt mondhatom, mint anya, lehet, hogy elfogult vagyok velük, de hogy ilyen szeretettel egymás iránt, ahogy ők vannak, keveset látok. És ez valahon nagyon-nagyon sokat jelent számunkra, mert azt mondjuk, hogy ha mi egyszer már nem leszünk, akkor biztos vagyok benne, hogy ők egymásra számíthatnak, mert testvérként nőttek fel egymás mellett. Ez nevelés kérdése, vagy imáknak az eredménye? Mindkettő. Rengeteg mennyiségű cukrász eszközt látunk itt egyébként, hogyha látjátok. Ezek itt például micsodák? Ezekkel mik készülnek? Ezek a cukorcsipkékhez való szilikon. Ebbe kerül bele a cukormáz, és sütés alá kerülnek, és utána kivitelezve, színesítve fel a tortára. Tehát ezek díszítik. Ez a fondantos tortákra mennek, igen, ugye? Igen, igen. Akár a fondantosra, akár a csoki öntötesekre. Most már bárhova tesszük, tehát mindenhova alkalmasak ezek. Úgyhogy vannak ugye a muffinformák, az is most már eléggé slágerbe jött ugye az esküvőkre. A popszok. Ja, tehát ezek igen, kisméretű, ezek nagyméretű popszok, mindenféle popszok vannak. Ebben mennek a nyalókapálcikák, ugye? Igen, igen, igen. Tehát mindenféle gyerekektől függően, hogy még miért szereti. Tehát a nagy popszokat azt általában szoktuk gyümölcsel ízesíteni, tehát gyümölcsdarabok mennek bele. Úgyhogy mindenféle variáció van, amit csak lehet elképzelni. Ugye ezek is a torta külső részére mennek, ilyen dekoratív dolgok. Ugye jönnek ezek a szilikonok, ami nagyon megkönnyebbíti az embernek a dolgát. Ebbek is teljes kis figurák lesznek. Igen, ugye? Ezek, ez egy szőlőfürt, ez egy balerina. Ebből ilyen 3D-s szőlőfürt lesz, ugye? Igen. Elég durván néz ki, de az eredmény biztos de szép. De nagyon szép, úgyhogy... És itt egy csomó forma. Igen, ezek a karácsonyi, igazán a karácsonyi vásárra szoktunk, tehát ez a legnagyobb szívügyem. Ezek annak az eszközei kis mértékben, a többi majd ott van. Úgyhogy házikót is most már, mindenféle karácsonyfadiszeket, mindenféle dolgokat tudunk most már készíteni, mert a kiszúrók azok már bőségesen megvannak. Nem izgulsz, hogy lesz kész esküvőre egy torta, elcsúszik-e, de sikerül-e? De nagyon sokat szoktam izgulni rajta, hogy minden olyan lesz, ami erre kérték, ami erre megálmodták. Az összerakása az kimondottan nem az én feladatom, azt a férjem szokta készíteni, tehát teljesen építkezés módszerben megyünk át, amikor egy tortát elkészítünk. Csodálatos. De, tehát az ő feladata, Ungvárra is szállítottunk már úgy, hogy meg sem mozdult a torta, úgyhogy... Marcipános? Ez marcipános? Igen, ezek mind fondant borítások, de az idén úgy néz ki, hogy már átmegyünk a pucértortára, igen, nem nagyon, tehát a fia még szerették volna az elsőt, és azt mondtam, hogy ne csinálják velem, hogy egy félkész tortát vigyünk majd nekik ki,
mert meg fogják mondani, cukrász, anyuka, és mit akarunk. De Magyarországon egyébként ez egyre többször jelen van, ez igen, a pucértól. Igen, és nálunk is. Itt most már. Igen, az idén szinte mind ilyen megrendelés, úgyhogy a virágokat is saját kezüleg készítem. Ezeket a csipkéket is rá? Eleinte igen, saját kezüleg készítettem, de egyre több most már a megrendelés már nem győzöm, tehát jönnek ezek a torták most már a divatba. Mi a legkedvencebb? Mi az, amit általában kérnek, hogy milyen ízesítésű legyen, vagy milyen? A csokoládé az elsöprő íz, tehát a csokoládé a konyakos meggyel, az eperrel, tehát ez az, ami örök, ami megmarad. Akkor interneten is lehet tőletek rendelni. Igen, igen. Sőt, szerintem nagyon sok vendégem úgy rendel, hogy nem is tudom, hogy kicsoda, csak mondták, hogy itt látták, ott látták, szeretnének rendelni, úgyhogy ma csak akkor ismerkedek meg velük, amikor eljönnek a tortáért. Minden esetben ők jönnek? Vagy van úgy, hogy a férjed viszi? Igen, a mennyasszonyi tortákat mi szállítjuk, tehát a garanciát vállaljuk érte, hogy épségben megérkezzen az étterembe, és sajnos ugye éjszaka szállítunk, mert az éttermek nem fogadják a tortákat, nem tudják hűteni, úgyhogy mi... Szombat este viszitek akkor? Igen, 10 órakor útnak indulunk, és száll a torta, úgyhogy... Általában így szokott működni, tehát nagy segítség a férjem, tehát nélküle abszolút nem menne semmi, mindenféleképpen. Tehát bármi az összerakásnál, az ott létnél, az erősítésnél, bírt ki, jó lesz, minden rendben lesz, tehát ezek lelkileg az erős... is támogat. Nagyon. De figyelem, hogy nevetek is van, Ilosvai Mária, igen. Cukrászat. Igen. Akkor ti ezt nagyon komolyan művelitek. Most már igen, kezdünk komolyan odafigyelni rá, mióta a fagylalt beindult, úgyhogy... Kézműves fagyjuk is van egyébként. Megnézzük még azt is. Na, én azt mondom, hogy még nem teljesen a kézművessé a szó, inkább a házi jelleget foglalja most magába, de én hiszem azt, hogy ebben a szezonban már a kézműves fagylaltot keményen oda tehessük majd a fagylaltunk mellé. Nagyon hiszem, és remélem, hogy ebben nagy támogatásban ott van a fiam, a férjem. Tehát a férjem volt a megálmodója a fagylaltnak, úgyhogy az ő álma, amikor a gyerekek kicsik voltak, és itt az egyik cukrászat felajánlotta mindig a fagylaltot, és olyan restelközben mentünk el a fagylaltért, hogy és azt mondta, hogy milyen jó lenne, ha nekünk lenne fagylalt készítőgépünk, és a gyerekek folyamatosan ehetnék a fagylaltot. Na, most az álma valóra vált, és itt most mindenki. És mindenki eszi a fagylaltot. Én nem. Komolyan? Én nem szeretem a fagylaltot. Én így jártam, de muszáj megkóstolnom, mielőtt kiengedem, mert a minőség tudnom kell, hogy milyen. Így van. Három gyereketek volt, aztán jöttek mint gyermekotthonba, családtípusú gyermekotthonba érkező gyermekek, és aztán jött még egy fordulat, amikor érkezett Levente, ugye? Amikor kiderült, hogy mint 11. gyerek már nem jöhet a családba, mert csak a családtípusú gyermekotthonok csak 10 gyermekkel lehet, tehát többet nem bír egy szülő nevelni. Ez a törvény vonatkozott ránk, és akkor mondtam azt, hogy mi van abban az esetben, hogyha szülnék egy gyereket. Azt mondták, hogy semmi akadálya, az jöhet nyugodtan. És akkor döntöttük, hogy akkor örökbefogadás, és akkor Levente a miénk. Ő sajnos autista, nem beszél, és nagyon sok hátrányossága van az életben. Már most 13 éves lesz az idén. De én azt mondom, én mai napig bízok benned, én kitartok mellette, hogy meg fog szólalni egyszer. És ez az én megérzésem általában sikerülni szokott, mert mindig a Jóistentől kapok olyan sugallatot, hogy érdemes. Hát azok a gyerekek, akik hozzánk kerültek, azok mind sérült gyerekek szinte, és olyan gyerekünk is volt, sajnos ő már nincs velünk, 24 éves, hogy
az orvos saját maga azt mondta, hogy nem létezik, hogy ez történhetett. Nyitott hátgerincsel született, és deréktól minden idegszálat elvágtak, és hát tolószékre volt ítélve a gyerek, és amikor visszamentünk ellenőrzésre, a gyerek egyedül ment fel a lépcsőn a doktor úrhoz, és azt mondta, hogy nem létezik, ilyen nincs, hogy ez a gyerek jár. Hát ő csinálta a műtétet, és biztos, hogy nem kéne, hogy járjon. Isteni csoda. Igen. És ezek a gyerekeink, ugye epilepsziás gyerekünk van, aki 8 hónapon keresztül éjjel-nappal mellette kellett ülnünk, tehát nem tudtunk egy éjszakát úgy aludni, hogy ne óránként ellenőrizzük meg, őrös berándult, és annyi volt, annyi lett volna az élete. És ennek a gyereknek is elmúlott az epilepsziája. És minek tulajdonítod ezt a sok gyógyulást? Hát a Jóisten erejének, mert én hiszem azt, hogy a mi házunkban minden téglájában Jóistennek az ereje ott van, és úgy sugározza ezt a szeretetet, meg ezt az erőt, ezt a gyógyítást, amivel, mert minden gyerekünk nagyon-nagyon beteg volt, hála jó Istennek. Olyan gyerekünk van, akit elhoztunk Szolyáról, és azt mondták, hogy úgy vigyük el, hogy másnap el fogjuk temetni, mert levettünk róla minden gyógyszert, minden csepegtetőt, ezért nem fog működni, hogy ő életben maradjon. És itt van, betöltötte 13 évet, és itt van velünk. És egy erősebb náthától nincsen nagyobb betegsége. És azok a betegségek, ami nála volt, hogy nem volt kifejlődve a tüdeje, meg minden olyan szervi betegsége volt, hogy emeledett a hajunk, amikor meghallottuk. Hát ezek a csodák, ami minket minden nap körbevesz, ami meggyógyít, ami megerősít, úgyhogy nekünk nagyon nagy erőnk van. Akkor most elmegyünk a gyerekekért, itt Beregszászban, a hármas iskolában, ugye oda járnak? Igen, hármas iskolában járnak. Gyerekek. Megyünk ki. Nem vagyunk egyformák, tehát minden gyerek más. Ugyanúgy színben is, és akadban, természetben, és szeretünk volna minden gyerekből olyan értékes embert faragni, aki megállja helyét a társadalomban. És ez motivál bennünket arra, hogy átadjunk mindent, amit tudunk, úgy anyai vonalon és úgy apai vonalon egyformán. És soha nem voltatok ingerültek, veszekedősek, vagy hogy tudtátok bennük erősíteni azt a szeretetet, amit ők most is árasztanak egymás iránt is? Hát ez minden családban várható is, hogy vannak az embernek fellángolásai, úgy felnőttekként is, meg gyerekeként is. Hát ők is a csintalanságukkal, az emberből kihozzák sokszor a frászt, ugye? És azért vagyunk, hogy leülünk, megbeszéljük, és helyes utasunk nekik, hogy ez így nem helyes, és ezáltal változtatjuk el valamit. És meg is fogadják már, amennyire a korukat tekintve el tudják fogadni. Egyik fülemen bemegy az információ, másikon ki. Jó testvérek? Jó, nagyon jó testvérek. Én oldalról tekintve szinte
megdöbbentő, hogy milyen visszajelzéseket hallok, hogy testvérek hogy viszonyulnak egymáshoz. És a miénk, annak ellenére, hogy más vérhőmérsékletek, már kisebbségi is vannak, nagyon megértik egymást. Úgy tudják egymást pesztenelni, úgy tudják egymást húzni, vonszolni, játszani, játékba, hogy valóban le a kalap előtt. Tehát végülis ők mutatnak példát és erőt adnak nekünk a hétköznapokban, hogy is kell azt csinálni. A szeretetet megerősítik bennünk, és mi ők bennünk. Egymásból töltekeztek. Egymásból, igen. Jó, akkor meg is jöttünk a sulihoz, akkor itt megvárunk, míg bemész értük. Jó. Nos, éves vagyok, Bence vagyok, szeretek főzni, segíteni és játszani. És mibe szoktál segíteni anyának? Tortát sütni. Hú, sok tortát süt anya? Igen. Mi a kedvenced? Pókemberes. Pókemberes torta? És apának szoktam segíteni. Autószerelésbe, faszerelésbe. Ami sok kell. A háznak ez a része, ahol a gyerekek alszanak? Vagy hogy átalakítottátok itt ezt? Hát igen, ez egy hozzáépített rész, ami kimondottan az ők részükre lett. És hát kettesé vannak a szobákban, most kinövegetik mindenkinek külön szobát. De gyerekeknek örülnek, ha ketten vannak. És itt hány szoba van egyébként? Négy szoba van, összesen 8 szoba van. Uh-huh. És minden te tapétázol, ha jól tudom. Milyen munkákat látsz el itthon? Hát, ami nem elektronikusabban, mindig bele fogunk. Tehát csempészet. Mechanika, igen, csempészet, igen. Fürdőszobát egy magam csempésztem. Tehát nem az, hogy nem dicsőségképpen, hanem hogy megspóroljuk azt, amit oda kell adni másnak, az a családban marad. És értesz is hozzá. Hát úgy érzem, hogy ez Jóistentől kapott talentum, hogy most belefogtam és sikerült, tetszik. Hát tetszett a munkám a másnoknak, akkor azt mondták visszajelezni, hogy jó, akkor csak jó. Máshol is elválaszt ilyeneket, vagy mit csak is itthon? Hát csak is itthon, és a családban, meg a rokonságban, meg a rászorulók mondanak, akik igénylik, hogy segítsenek, akkor segítsenek. De és én azt hallottam, Rebeka, hogy te a suliba felmásztál egy hatalmas fára. Hát tényleg. Nem féltél, hogy leesel? Hát félek kicsit. És akkor hogy másztál oda fel? Hát úgy, hogy Ábel volt az első, és Bence is volt az első, és meg én is. Vagy Ábel? Igen. És te hány éves vagy? 10. És mit szeretsz itthon? Amikor anya cukrászkodik, akkor te mibe tudsz segíteni? A tortókat előrehozni, a fagyikat előrehozni. Hétféle fagyitok van? Hétféle fagyink van, most jelen pillanatban elfogyott a választék. Az epres az nagyon menő, úgyhogy lett mellette egy áfonyás még egy. Hát csokoládés, vaníliás, magyarós, áfonyás, pisztácia és stracciatella. Ez most a kínálat.
Van, ezen kívül még van karamell, a tarsolyba. És mi a jó fagyi titka? Mi a jó fagyi titka? Hát, hogy az ember tegye bele, ami bele jár. És szívét, lelkét, és mondom a feleségem, amit szívvel, lélekkel beletesz, az benne is van. Én meg háttérképpen ott vagyok mellette, úgy gondolom ez a kettőnek az odaadásából és a Isten leheletéből megáldva kerekedik ilyenre. Mai műsorunkban megismerkedhettek az Ilosvai család történetével, mindennapjaival. Ajánlom figyelmükbe a finom fagylaltjaikat, látogassanak el Beregszázba is, kóstolják meg a finomabbnál finomabb fagyikat. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!